Pollen szezon. Nem nőtt az allergiások száma a megyében, derül ki a tüdőgondozó tájékoztatásából. Aki viszont beteg, mindenképpen kérjen orvosi segítséget. Művészet az oktatásban. Vekerdi Tamás a Bolyai Iskola programján beszélt az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségeiről. Fedik a lelátót, egyszerre zajlik a Rohonczi úti sportkomplexum külső építési munkája és a belső építészeti kivitelezés. Az átadás szeptemberre várható. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Pesenhoffer György. Jó estét kívánok! Később érkezett idén az allergia szezon, de most nem emelkedett a betegek mennyisége Vas megyében. A terápiával kapcsolatban azonban még mindig tájékozatlanok az allergiások, pedig bizonyos esetekben gyógyítható ez a betegség. Ezeket a mozdulatokat már szinte mindenki ismeri, a leggyakoribb teszt, amellyel a légúti allergia kiszűrhető. Szemviszketés, orrfolyás, tűszög és tömegek szenvednek ezektől a tünetektől, az allergiások száma most nem emelkedett. Van bőven allergiás beteg, a tüdőgondozói tájékoztatás szerint azonban ezeknek a szám úgy nagyjából stagnál. Megszüntetni az allergiát orvosi segítség nélkül nem lehet, legfeljebb késleltetni a tünetek megjelenését. Most már vagy 15 éve allergiás vagyok, tavasztól egészen szeptember végéig. Hát a virágzó fákra, a parlagfűre, a porra is végül is. Gyógyszert kimondottan én nem használok, egyedül orrsprét szoktam. Van, aki évekig vár, mielőtt orvoshoz fordul, ez akadályozhatja a gyors gyógyulást, ezért már a tünetek megjelenésekor célszerű felkeresni szakembert. Az allergia terápiájához egyébként folyamatosan újabb szerek állnak rendelkezésre, ezek egyre hatékonyabbak. Úgynevezett rekombináns vizsgálattal meg lehet könnyedén állapítani, hogy valakinek olyan allergiája van-e, ami kioldható, azaz immunterápiával panaszmentessé, tünetmentessé tehető évtizedekre is akár, vagy akár örökre, vagy pedig olyan típusú az allergiája, amihez nem érdemes ilyen módon hozzányúlni, csak tüneti szerekkel lehet teljesen panaszmentessé tenni. Idén a megszokottnál egy hónappal később kezdődött az allergia szezon. Most a kültéri gombák aránya magas, de a tiszafa és fűfélék pollenje is számottevő. Az esős, szeles időjárás viszont segít kitisztítani a levegőt, így ezekben a napokban viszonylag gyengék a tünetek. Közzétették a nemzeti fittségi teszt tavalyi eredményeit. A vasmegyei gyerekeknek nincs szégyelnivalójuk, ahogy egy évvel ezelőtt, úgy most is az országos statisztikák első harmadában végeztek. Az idei már a harmadik tanév, hogy tesztelik a felső tagozatos és középiskolás diákok fizikai állapotát. Erre kezdik meg országszerte a NetFit felmérést, vagyis a Nemzeti Tanulói Egységes Fittségi Tesztet a felső tagozatos és középiskolás gyerekek. Az Rinyi iskola hatodikosai a napokban bizonyíthatták fittségüket. Nézték náluk a testösszetételt és a tápláltságot, tesztelik az állóképességet, a vázizom fittséget, az erőt és a hajlékonyságot is. Eredményeik alapján aztán a gyerekek egészségzónába, fejlesztési vagy fokozott fejlesztési zónába kerülnek. A sportiskolai osztályban nincs fokozottan fejlesztési zónába eső tanulónk, míg a BC osztályban azért akad egy-kettő. Elsősorban a testtömegindexük, illetve a testzsír százalékuk az, ami kifejezetten fejlesztendő. Ez nyilván a kevesebb sportolásnak is köszönhető, hogy ez náluk előfordul. A mérés arra is jó, hogy a gyerekek összehasonlítsák tavalyi teljesítményüket a mostanival. Ezen az évfolyamon most Abigail volt a legjobb kondiban. Tavaly óta szerintem nagyon sokat fejlettem, mert több mint tizet futottam. Tizen jobbat futottam, mint tavaly. Nincs szégyelni valójuk az rinyiseknek, ahogy a többi vasmegyei iskolásnak sem. A nyugat-dunántúli régió és megyénk viszonylag jól teljesít a NetFit mérésen. Nemrég tették közzé a tavalyi statisztikákat. Sajnálattal látjuk, hogy nagyon jelentős a regionális és a megyei szintű különbség az ország egyes területein. Általánosságban elmondható, hogy azok a területek, amelyek gazdaságilag fejlettebbek, így például a Dunántúl, illetve Budapest, itt a gyerekek sokkal jobb fizikai állapotban, fizikai fittségi állapotban vannak, mint a, például az északi vagy az észak-alföldi
területeken. Vas megye a felső harmadban teljesített egyébként a különböző fitségi eredményeket figyelembe véve. Összesen mintegy 3000 köznevelési intézmény 650 ezer tanulója vesz részt a legutóbbi mérésen, ennek eredményei jövő tavasszal válnak ismerté. Névi László irodalmáról, kevesebb Rajci Imre vívó bajnokról több információt találtak a premontrais diákok a hagyományos tudós tanárok és híres diákok konferenciára készülve. Kis előadást tartottak és tesztet is írtak a hallottakból. Egykori tudós tanárai és híres diákjai előtt tiszteleg minden évben a premontrei gimnázium közössége egy konferenciával. Idén Brenner János vértanú sorsú papról is megemlékeztek, akiről halálának 60. évfordulóján fivére Brenner József atya tartott személyes hangú előadást a diákoknak. A tudományos ülésen 5 jeles személyiség életét dolgozták fel a fiatalok. Kiderült, hogy a felkészülés még a rutinosabbaknak sem mindig könnyű. Idén egy furcsa helyzettel találtuk szembe magunkat, hiszen egy 21. századi gyerek azt gondolja, hogy felmegyünk az internetre és kutatunk. Azonban Névi Lászlóról nem sok mindent találtunk, ezért a premontrei tanári könyvtárában a Bimbó füzér után kutattunk, valamint az Egyházmegyei könyvtárban is voltunk. Az így összeszedett információkat aztán kis előadássá formálták, ki a maga csapatának választott érdekes emberéről. Nem sokan tudnak erről a Rajci Imréről, pedig elég szép pályafutása volt, olimpiai bajnok is volt, a világranglistát is vezette vívóként, szóval szerintem ez jó dolog, hogy a többieknek előadjuk, és legalább megismerhetik a pályafutását és életét. Az egykori premontreis vívó bajnokot bemutató csapatot az iskola biológia tanára, a rendezvény házigazdája készítette fel, aki szerint több haszna is van a konferenciának. A gyerekeknek körülbelül 1-1,5 hónapjuk van felkészülni, 4 fős csapatok, és az idei évben 5-4 fős csapat vesz részt a konferencián. Igazándiból amellett, hogy egy kicsit gyakorolják azt, hogy egy ilyen rendezvényen hogy is kell felkészülni, hogyan kell előadni, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezekkel az egykori diákok, tanárok az ő életpályáknak a bemutatásával az itteni diákoknak egy példaként is szolgálhatnak. A fiatalok prezentációt készítettek és tesztet írtak még az említett hírességeken kívül Ejben Otto biológusról, Kraszna Krausz Andor fotóművészről és Nagy Sándor János premontrei atyáról is. Pedagógusoknak és érdeklődőknek beszélt a művészetek kellő súlyú oktatásáról Vekerdi Tamás a Bartók teremben. A neves pszichológus előadása annak a programnak a része volt, amelyet a Bolyai Iskola szervezett a gyakorló iskolák képviselőinek, és amelynek az összművészetek volt a központi témája. A továbbtanuláshoz kellő ismeretek mellett az érzelmi intelligenciát fejlesztő tantárgyakra is szükség van a gimnáziumokban, hogy az innen kikerülő gyerekek később teljes életet élhessenek. Erről is szó volt azon a pódium beszélgetésen, amelyre a téma szakértőjét hívta meg a gyakorló iskolaként is működő Szombathelyi Bolyai korábbi igazgatója. Azok az iskolák, akik a magyar pedagógus képzésnek a műhelyei és az első lépéseket itt teszik meg a jövendő tanárok, példát mutassanak arra, hogy mi a fontos az iskolában, hogy nem csak az ismeret, hanem igenis nagyon fontos, legalább ennyire fontos az érzelmi oldal, aminek a legjobb letéteményese a művészet. A 11. és 12. évfolyamon már bevezették a művészetek elnevezésű komplex tantárgyat, és a szombathelyi tapasztalatok jók. Filmek, színdarabok készülnek ezeken az órákon. A szakértő szerint azonban ez kevés, átfogóbb változásra lenne szükség, hangzott el. Teljes értékű közismereti sáv, ugyanolyan súlyú, teljes értékű művészeti sáv, hangsúlyozom, ugyanolyan súlyú és óraszámú, és ugyanolyan súlyú és óraszámú cselekvés performációsáv, vagyis kézi munka, kézművesség, mezőgazdaság, ipar, szociális munka, stb. A három együtt adnak ki egy normálisan működő iskola struktúrát. Vekerdi Tamás nagy sikerű előadást tartott szombathelyi pedagógusoknak az élményszerű, örömöt adó iskoláról, az ember megismerésének fontosságáról, de még a kamaszokhoz is használati utasítással szolgált.
A húsvéti menünek elengedhetetlen része a kalács, édes és sós változatban is sokan készítik. Idő hiányában a pékségek és a cukrászdák is rendelkezésre állnak. A titok az élesztőben, a rászánt időben és a fonásban rejlik. Az élesztő felfutott, és hozzáadjuk a többi anyagokhoz. Ez az egyik legfontosabb mozzanat az igazi húsvéti kalács készítésekor. A vajjal, tojással, cukorral elkevert liszt hamarosan életre kell. Csak jó alapanyagok és idő kell hozzá, akár otthon, akár a pékségben sül. Nagymamáink által átadott receptekből készítjük, csak természetes alapanyagokat használunk fel a készítése során, és a technológia pontos betartásával készítjük a kalácsokat. Manapság reneszánszát éli a házi kenyér és a kalácssütés. A gyakorlottabbak a profiktól leshetik el a fonási technikát. Keresztbe tesszük a kezünket, és megfonjuk magát a kalácsot. Mindig a szálat belőle tesszük, és a külső szállal folytatjuk. Időszűkében egy megbízható cukrászda is jó választás. Rengeteg variációja ismert az ünnepi menü elengedhetetlen részének. Négyes fonással készült fonott kalács, illetve a formában készült foszlós kalácsunk, és ezen a két ízen kívül csokoládés, kakaós, illetve hatos vonással készült nagyobb kalácsok is kaphatok. Citromhéj nélkül kevesebb cukorral sütve méltó kiegészítője a hagyományos húsvéti sonkának. A terveknek megfelelő ütemben folynak a munkálatok a Haladás VSE Rohonci úti sporttelepén. Amennyiben semmilyen rendkívüli esemény nem jön közbe, úgy a sportkomplexum és a stadion átadására szeptember közepén sor kerülhet. A rendkívül jó időjárási körülményeknek köszönhetően gőzerővel zajlanak az építési munkálatok a Haladás VSE sporttelepén. Most az egyik leglátványosabb fázisnál tartanak, azaz a lelátórendszer befedésénél. Az alpin technikával dolgozó munkások a legkorszerűbb és egyben legnagyobb élettartamú anyaggal, membránnal borítják be a tetőszerkezetet. A jelenleg szürkés színű anyag pár héten belül az UV-sugárzásnak köszönhetően kifehéredik majd. A kivitelezők jól haladnak a multifunkcionális sportcsarnokkal is, melynek külső munkálatai befejezéshez közelednek. Emellett természetesen már a belső építészek is birtokba vették a területüket. A Vasi megyeszékhely lakói, köztük a Haladás sportolói kiemelt figyelemmel követik az utóbbi évtizedek legnagyobb szombathelyi építkezését. Természetesen nap mint nap itt a Rohonci úton elhaladunk, és naponta látjuk a fejlődést a stadionnál. Nagyon fontos és nagyon nagy motiváció ez mind számunkra, mint a város számára, mint a szurkolók számára. Úgyhogy nagyon várjuk már a beköltözést. Amennyiben nem jön közbe semmilyen rendkívüli esemény, úgy a nyár végére elkészül a sportkomplexum. A munkarend szerint először a műszaki átadásra kerül sor, majd pedig szeptember közepén jöhet az avató ünnepség. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!